Na, hát akkor visszatértem a kommenthez. Na, itt már a ládából kiszedtem a cuccokat, ami kell. Mégis a láncszorok hát egy puska, csak arra még akkor nem gondoltam, hogy 7 töltény volt ugye csak a puskámba. És mindent elpakoltam, mint látjátok. És itt vannak ugye kint a kígyók. Na, hát most a kígyók azok egyfajta, ugyanúgy, mint a medencés pályánál. Itt a kígyók ugyanúgy megjelennek, csak így potyognak a nem tudom honnan. Most itt rájöttem, hogy az ajtó zárva van, úgyhogy itt kell a láncszórót visszarakni, úgyhogy gondoltam, hogy előtte még azért elhasználom a benne lévő naftát, ami nem volt elég arra, hogy a kígyókat kinyírjam. Úgyhogy visszarakom a láncszórót, itt közben megkarmoltak, de szerencsére nem mérgeztek meg. Na most itt rendes a gép annyiból, hogy a kígyókat, azokat mindig úgy dobálja rá, hogy az el tudja futni. Szóval nem fognak ott megcsípni, vagy megmarni egyből. Na hát itt van két opció. Ott van egy lift lent, ahol föl lehet menni, azt még nem tudtam akkor, hogy egy lift. És még egy ilyen Indiana Jones-os jelenet vár rám. Ott ahol látni, hogy vezet az út valamerre, de nincs ajtó, ott általában ilyen valami csapda van, vagy ilyen hasonló. És még rájöttem még egy dologra. Ja, bocs, közben köhögtem, de hogy a titkos szobákra rájöttem, hogy hogy is működnek gyakorlatilag a játékban. Na, hát itt az Indiana Jones szikla, hát ezt tudjuk, hogy működik, viszont ez egy ilyen csapdás, de erre én egyből rájöttem, mert látjátok, oda is be lehet állni oda a sarokba, vagy pedig teljesen visszafutsz, csak oda a sarokba beállsz, de szerintem akkor meghalsz. Szóval én inkább ezt rizikóztam, hogy megnéztem, hogy oda be lehet állni. Jó van, be lehet, akkor indulhat a menet. És megindul, és én gyorsan oda behúzódok. Ezt most nem tudom, hogy ezt a programban ez benne volt-e, vagy nem. Hogy neked oda kellett volna behúzódnia, vagy oda a végébe, de nekem így összejött, és ott egy térkép hátul. És ugyanilyen kurblis dolog van itt oldalt. Na most itt körbenézek, hogy van-e valami érdekesség. Gyakorlatilag fölveszem a térképet meg később, és itt is van egy ilyen lemez. Azt még nem tudom, hogy mire kell használni. Hát ezt majd később valószínűleg ezeket össze kell gyűjtögetni valami miatt. Megnéztem, ugyanúgy néz ki egyébként a másik. És itt van egy térkép. És itt azt írja, hogy underground, viszont a térkép, amikor pedig szévelsz, akkor a szévelésnél azt írja ki, hogy te nem az undergroundban van, hanem a kertben még. Úgyhogy ezt picit elcseszték, de mondjuk jó. Na, és ott látszik, hogy az ott egy titkos szoba, látjátok? Ahol el van, ahol nincs ajtó, szóval látszik a térképen, hogy ott van egy szoba, de nincs ajtó összekötetés a két szobával, akkor azt tudja, hogy egy titkos ajtó. Úgyhogy... Na, hát akkor innen folytatjuk.